Üdvözlöm Önöket itt az újonnan induló sorozatunkban. Ez a sorozat az ökölhívással kapcsolatos érdekességeket tárja majd fel az érdeklődők előtt. Ez érdekes lehet természetesen azok számára, akik abszolút nincsenek benne a sportba, de bízom benne, hogy újdonságokat, érdekességeket fog tartalmazni azok számára is, akik már egy ideje az ökölhívásban vannak, de nyitottak egy-egy olyan információra, újdonságra, amit eddig esetleg még nem alkalmaztak, vagy nem is hallottak róla. A sorozatunk első részében a Cartmanekről lesz szó. A Cartman feladata elsősorban az, hogy a versenyző sérüléseit kordában tartsa legalább egy menetre, lehetőség szerint teljesen a mérkőzés végére, vagy végéig, azért, hogy a sérülések ne akadályozzák a versenyzőt a további küzdelem folytatásában. Azt is egy fontos tudni, hogy bár egyre jobban előtérbe kerül a Cartmanek munkája, és egyre jobban lehet hallani a Cartmanekről, nem új keletű a Cartman, hogy is mondjam, teendő foglalkozás, vagy a tevékenység, hiszen az 1800-as évektől már olyan nagy nevek voltak és működtek évtizedeken keresztül, mint mondjuk Whitey Bernstein, aki az 1800-as évek végétől olyan bajnokokkal foglalkozott, mint Jack Dempsey, James Turney, George Carpenter, Max Baer, Primo Carrera, vagy éppen Rocky Graziano. Szintén az 1900-as évektől egészen a 2000-es évek elejéig Chuck Bodek, aki egyébként bekerült a hírességek csarnokába és a Boxing Hall of Fame-be, Rocky Marcianoval, Muhammad Alival, Tommy Hearns-el és Evander Holyfield-el dolgozott együtt hatalmas nevekkel. Szintén a jelenkor egyik nagy neve Joe Sosa, aki egyébként azon túl, hogy nagyon nagy nevekkel dolgozott együtt, olyan hihetetlen küzdelmekben vett részt, és igenis nagyon nagy szükség volt a munkájára, mint mondjuk az Arturo Gatti, Mickey Ward összecsapások, ahol hát emlékszünk, vagy azt gondolom, hogy emlékezhetünk, hogy egy nagyon-nagyon kemény küzdelme, rengeteg sérülést szenvedtek a versenyzők, és igen nagy volt a felelősség a Cartmanek vállán. És szintén ő közreműködött, vagy ő volt mondjuk Vitali Klitschko sarkában a Lennox Lewis elleni mérkőzésen. Hát a képen látható lesz az, hogy milyen állapotban volt Klitschko ezen a mérkőzésen, hány vágott seb és zúzódás borította, vagy tarkította a fejét. Hát egy idő után ott az orvos, illetve a bíró is már nem javasolta a mérkőzés folytatását, de a vérzést azt egyébként nagyon jó kordában tartotta Joe Sosa. A jelenkor szintén nagy neve például Miguel Diaz, aki dolgozott Eric Moralezzel, Mayweatherrel, Corralezzel, Fernando Vargas-zal, Miguel Cottoval, jelen pillanatban pedig a hatalmas ütő Marcos Maidana-nak az edzője és Cartmanje. És itt, ahogy említettem, van már átfedés, hiszen a Cartman nem minden esetben csak a Cartman teendőket látja el, hiszen egy-egy edző továbbképzi magát, hiszen szeretne többet is tudni, és ezért az edző néha egy személyben a Cartman is. Ez mondjuk így van jelen pillanatban például a Szellő Team esetében is, ahol az Imrének edzője és Cartmanje is vagyok egy személyben a mérkőzés során. A jelenkor egyik legnagyobb neve az Jacobs Stitch Duran, aki legalább akkora név egyébként az UFC-ben, mint az ökölvívásban, a profi ökölvívásban, hiszen mind a két helyre dolgozik. Ez is jellemző, szintén említhetném Ted Luciót is, akik nem csak az ökölvívásban, hanem a ketrec harcban, az UFC-ben is működnek, hiszen nem kérdés, hogy ott a kisebb kesztyű miatt, a csupasz lábbal bevitt rugások miatt, ugye még legalább akkora a sérülés esélye, következményei az ütéseknek, mint mondjuk egy ökölvívásban. Köszönjük, hogy velünk tartottak, reméljük, hogy érdekesnek találták ezt a részt, amely a Cartmanek történelméről, történetéről szólt. Szeretettel várjuk Önöket a következő menetre is.